Agárdi Gábor színművész 100 évvel ezelőtt, 1922-ben született. Örmény származású volt, az Arklián családnevet változtatta később Agárdira. Ifjú éveit Szegeden töltötte, ahol érdeklődése hamar a vándorszínészet felé terelte. 1955-től Budapesten az Operett Színházban, majd a Petőfi Színházban, a mai Thália elődjében játszott, később pedig a Nemzeti Színház tagja lett. Igen, fiatalok voltunk, hárman, Petrovics Emil, Ungvári Tamás és én, és megalapítottuk a Petőfi Színházban az első magyar musical színházat. A nyitó darabja az a Brecht-Weill Koldus opera volt, és Agárdi Gábor volt benne a Bicska Maxi. Nagyszerű. Én azóta se láttam meg ilyen jó Bicska Maxi. Ugyanabban az évben készítettük el az én első filmemet, aminek az volt a címe, hogy Déli báb minden mennyiségben, és Agárdi Gábor játszotta az abszolút főszerepet benne. A Gabi az egy kétarcú színész volt, az egyik arca az egy nagyszerű bohóc volt. Szóval ő elementáris bohóc volt, majdnem olyan, mint a Latabárok. A másik arca meg egy nagy drámai színész, kiváló. Jó színész, jó barát, remek ember volt. Már kora gyerekkorom óta szüleim az én fülemmel verték a megszökött nővérem nyomát. Nekem ugyanis akkora botfülem volt, hogy fürdetés közben kihajtott. A legendás színész minden szerepét komoly felkészültséggel és alkotókészséggel közelítette meg. Pályatársai körében nagy tekintélynek örvendett. Rendes filmbe is játszottunk, és ez volt a Dunai hajós. A fekete erdőtől a fekete tengerig forgattunk, végigmentünk a Dunán. Gabinak külön örültem, mert nagyon jó, nagyszerű kolléga volt. Nagyon sokat tanultam tőle. Ott voltunk már a Vaskapunál, és ott 40 méter mély a víz. Kikezdi az örvény, és valahogy belecsúszott. Senki nem ugrott a 200-as stábból utána, csak Koncz Gabi húztam ki, és amikor magához tért, azt mondta, ezért kapsz tőlem egy gyönyörű ikont. Agárdi Gábor ikon- és portréfestéssel is foglalkozott, de az aranyozás, a veretkészítés és az ötvösség mesterségét is kitanulta. Elmélyült alkotóvágyának köszönhetően remek művek születtek a keze alatt. Ikonjai a Pannonhalmi Főapátság és a Vatikán gyűjteményében is megtalálhatóak. Az ikon az lényegében egy szentbeszéd, csak nem szóban, hanem képben kifejezve, és hát ez nagyon jellegzetes volt Agárdi Gábornak az ikonjaira is, tehát ebben benne van a teológiai műveltség, a morális kérdések. Valóban olyan körülmények között jöttek létre, ahogy általában régen a szerzetesek ezt festették, tehát közben imádkoztak, arra szentre gondoltak, akit majd megfestenek. Görögkatolikus templomokban találunk még tőle ikonokat, amelyek nyilván felszentelt ikonok, tehát valóban igazi ikonnak tekinthetőek ezek az alkotások. A Nemzet Színésze munkássága előtt az ország több pontján tisztelegnek emléktáblával, így életének fontos állomásain Budapesten a Király utcában, Szegeden és Fóton is őrzik Agárdi Gábor emlékét.